Vasárnap délután Székesfehérvárt is elérte az intenzív havazás. Több megyében kamionok akadtak el az úton a nagy hó miatt. Székesfehérváron a Seregélyesi úton egy kis teherautó és személygépkocsi csúszott össze. A Vásárhelyi úti vasúti átjáróban egy helyi járatú busz akadt el a sineken. A 81-es úton Csókakőnél és Magyaralmásnál több, a székesfehérvári lehajtónál egy kamion akadt el, de polgárinál is gondot okozott a havazás. Elsősorban a hóban, a havasúton, a hóátfúvásos szakaszokon elakadt tehergépkocsik és kamionok miatt kellett a tűzoltóknak beavatkozniuk. A legtöbb káreset az a reggeli órákban a 81-es főúton Csókakő térségében történt, ahol az emelkedőn a kamionok nem tudták folytatni az útjukat, valamint kellett még beavatkozni Csákvár és Oroszlány között is, ahol egy zöldségszállító tehergépkocsi akadt el a havasúton. Fejér megyében 15-20 cm-nyi hó esett vasárnap délután óta. A kamionosok azt mondják, egyedül a főutakon lehet biztonságosan közlekedni. A pályák nagyon rosszak, a főutak azért járatok. Azért jöttem le a főútra, mert a pályán nem lehet közlekedni. A Magyar Közút Nonprofit ZRT Fejér megyei igazgatóságának munkatársai három műszakban 30 munkagéppel takarítják folyamatosan az utakat. Eddig mintegy 3000 tonna sót szórtak ki az útburkolatra. Idén már felhasználtunk több mint 3000 tonnát ebben a téli időszakban. Ez a mostani időjárási helyzet, ez kifejezetten ugye sófaló technológiát igényel, hiszen a teljes úthálózaton a hóesés kezdetekor arászórás kell végezni. Ez általában 30 g per négyzetméteres útszórósok kiutatását jelenti. Erre azért van szükség, hogy később az ekéskocsik el tudják távolítani a havat a burkolatról. Egy ilyen kifejezetten havas nap azt jelenti, hogy a Fejér megyei országos úthálózaton körülbelül 300 tonna sót kell kiuttatnunk. A Városgondnokság munkagépei is egész éjszaka dolgoztak Székesfehérvár fő- és tömegközlekedési útjain, ám a folyamatos havazás miatt, mire végeztek egy-egy útszakasztal, kezdhettek mindent előről. A Városgondnokság hóügyeletén egy program segítségével követik nyomon a gépek munkavégzését. Az úthálózaton 8 munkagéppel dolgozunk, ebből 6 naggyal és 2 kicsivel, és a járdák és a kerékpárutak sikosságmentesítését pedig 8 kisgéppel végezzük. A buszvárók takarításánál 40 kollégánk van kint, 12 körzetben 12 autóval, és elkezdtük még egy 20-25 fős brigáddal a belváros körüli gyalogátkelőhelyeknek a mentesítését is. Az utak sikosságmentesítését a közútkezelő tehát folyamatosan végzi. A családi házasövetetekben lévő járdák sikosságmentesítéséről azonban az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia. A katasztrófavédelem egyébként arra kéri a gépjárművezetőket, hogy mielőtt hosszabb útnak indulnak, az érintett útszakasz járhatóságáról mindenképpen érdeklődjenek az útinformnál. Csak a téli útviszonyokra felkészített téli gumiabroncsokkal felszerelt járművekkel induljanak el.